Hú, reggel, nagyon komoly. Ezt így el lehet forgatni. Király. Hello, Ütinéni. Itt vagyunk... Balton keresztúron, épp most kérdeztünk meg egy fazont. Érdekesen nézett rám, amikor megkérdeztem tőle, hogy elnézést, milyen városban vagyok? De a lényeg az, hogy Balaton keresztúron vagyunk, ami a Keszthely feléhez van közelebb Balatonnak, és most csapoltuk meg a Hókifli állományt, és csak meg akartam köszönni. NB1-es a Hókifli. És adom Matyit, várj. Igen, bárra kell fordítani, itt vagyok. És most adom Matyit, aki elmeséli a történetet, onnantól kezdve, hogy 9 órakor a város térén kaptunk egy fuvart. Áh! De, ha helyett életlen, fonni lovagat veszek, akkor ne haragudjon senki. Na és az volt, hogy vágod így, kiállj. Mondjad, művész. Kiállj. Mert jó vagyok. Kiállunk Zékes Fehérvárnál. Hallod mindenhol, hogy körbe kérdezzük az összes kamionost, az összes személygépjárművest. Kiállunk ahogy a Shellcutról kijönnek az emberek, meg a városból, meg az autópályához is, mindenhonnan ugráltunk, táncoltunk. Hülye arcokat mutattunk. Mondjuk a gatyánkat nem toltuk le. De mindegy, szóval tőlük lehető mindent megtettünk, hogy fölvegyenek, és őszintén egyetlen egy autó állt meg, a rendőr. Ez jó volt. Na, szóval hát kérték az adatainkat, belépték, rájöttek, hogy nem vagyunk körözés alatt még, hogy elmagyarázták a jogainkat, hogy baj lehet, hogy lesz belőle csekk, de mi még hiszünk a föntiekben, hogy nem lesz. Amen. Amen. Mert mindjárt a lényeg az, hogy végső elkeseredésünkbe beültünk egy reklámfatálkormány asztalhoz pihenni, mert ugye éjszaka nem sokat aludtunk. Nagyon én, igen. És amíg ott ülünk, addig egy csávó oda jön hozzánk, és megkérdezi, hogy elvigyene minket. Hát mondjuk, hogy vigyel. Azt mondja, hogy nagy kanizsáig tud. Mondjuk királyság. Megkérdezte, hogy van-e nálunk kés vagy drog? Így rám néz, azt mondja, okay, vagytok? Kés vagy pisztoly? Mondom, nincsen. Én gondolkoztam rajta, hogy hozzam, de hát... Még jó, hogy most őszintén tudtam mondani, hogy nincsen nálam kés. Nálam volt. Nálam? Ja, nem mondtam. Jó, hát nálam is van egy svájci picska, de ez nem számít késnek. Na, úgyhogy ez a téma, utána ő elhozott minket, hát most Balaton keresztúron vagyunk. Azért, mert itt van valami Shellcut. Shell? Na mit? De Shell. Az ott sárga. Na, szóval Shellcut van itt, és de engem vegyél, mert úgy jobb a hang. Szóval Shellcut van itt, és most itt fogunk majd megpróbálni tovább jutni, de már nagyon közel vagyunk a határhoz, úgyhogy A lagtestvér figyel, de mi is őt. Halli, jó kedves mindenki, akár Összországban ez a videó, akár nem. Most nem vagyunk Keszthelyen. Ami csak azért para, mert nem esik útba Horvátország felé. De semmi bánik. Rájöttünk, a lényeg. Megunatkoztunk már ott a... Na, hogy mondom, hogy megunatkoztunk már ott az autópályán, úgyhogy az első kocsi, aki megállt és elvitt, az lejöttünk, ugye nem felé, majd Zágráb felé, de mindesetre most már máshol vagyunk. Így van. Tehát a lényeg az, hogy Balaton keresztúrtól egyetlen autó volt hajlandó felvenni minket, és ez az egyetlen az autó Keszthely felé hozott minket. 2 óra intervallumban. Yeah, approximately. Így van. Approximately. A lényeg az, hogy azt mondták, hogy menjünk Pécs felé, de Pécs felé nincs autópálya.
Úgyhogy most egy körforgalom felé tartunk. Megmondom, honnan tudom. Ennyi. Mindegy, a lényeg az, hogy Balatoni körút. Na mindegy, a lényeg annyi, most már egy perc megy ez az utc, úgyhogy végére érek, hogy... Azon tényleg fenék puszta. Az kajakra, vagy nem puszta fenék. Ezt is mindjárt megmutatjuk a kamerának. A lényeg az, hogy vagy nagykőrös, dehogy is, nagy bán. Mi volt? Nem tudom én, de... Vagy Pécsnek megyünk, vagy pedig... Annak a nagynak. Vagy annak a nagy helyiségnek, ami viszont az autópálya mellett van. Így nagyobb esélye vesznek föl. Jelentkezünk újra. Woman. Na jó. Ide. Mesélj el, Matyi, hogy hogy jutottunk vissza. Szóval. Az a helyzet, hogy... Belesült a nap. Igen. Itt vártunk, hát olyan 2-3 órát, nem ettől senki. Végre találtunk egy autót, egy BMW-t. Fölvett, két fiatal volt benne, akik eljehoztak minket Keszthelyre, ugye ott volt az utolsó blokkajegyzésünk. És akkor döbbentünk rá, hogy Keszthely nem is abba az irányba van, ahova mi szeretnünk volna menni. Szóval elkezdtünk stoppolni, de még így eléggé a centrumba. És így elég hamar, ilyen 5-6-7 perc után megállt egy csávó, akinek mindenféle csövek voltak az utas terében, és elhozott minket vissza ide, Balaton keresztúra. Igen, Balaton keresztúra a két Shellhoz. Mert hogy még mindig ez az út az, ami vezet minket Nagykanizsára, és azután pedig Zágrábba. Szóval itt vagyunk újra, és újra próbálkozunk, és most már sikerrel. Így van, a jó hír az, hogy sokat tanultuk az esetből. Megtanultuk, hogy oda kell menni az emberekhez, és személy szerint leszólítani őket. És hogy Keszthelyen sok a jó nő. És Keszthelyen jók a nő. Úgyhogy egyelőre ennyi. Na hát, az történt a mai nap. Kb. Olyan 5-10 perc telt el azóta az előző posztunk óta. Megérkezett a benzinkúthoz egy Suzuki, hát bordó talán, Riekai rendszámmal. Ennyire egyszerű a sztori. És megnézzük. Szóval ő az. Megkérdeztük tőle szép angolsággal, hogy elvinne minket Zágrábba, azt mondta, hogy yes. Szóval megyünk Zágrábba. Szólja már. Besz a baby. Szóval az... Előbb kezd az, hogy hol vagyunk, és akkor elmúlik a röhögésed. Hol vagyunk? Hol vagyunk? De vágod, hogy nem tudjuk. Mi a város neokra, mert mi? Nem tudom. Trinki Civa, vagy valami és mi. Na, a lényeg az, vegyél engem. Ugye a legutolsó bejegyzésünknél az történt, hogy éppen Balaton keresztúron, igen, László éppen eszik, fölvett minket egy Zágrábba induló... Matyi, azt már lekommentáltad. Jó, már elmondom még egyszer, hogy az volt. Mondjuk. Majd kivágjuk, leszarom. Kussoljál, hülye gyerek. Te vagy a rendező, és hogy akkor a király vagy? Ja, még a producer is. Ennyi. Szóval... Szóval az úriember kirakott minket egy ilyen autópálya fizető részlegnél, ami egyenesen a tengerhez ment. Északra is, meg délre is, minden irányba. Úgyhogy ott szépen beálltunk a sorba, és az összes autó, aki ott jött, és ment, mindenfelé, ahhoz bekéretűztünk, hogy ugyan vigyen be áll a tengerhez, végülis tök mindegy, hogy melyik irányba csak a tenger legyen. És hát szájhúzogatások és hasonló motivációk alapján sikerült egy fiatal párt meggyőznünk arról, hogy minket hozzanak el a tengerhez. Igazából nem is tudjuk, hogy melyik ez a város, de hát szép.
valahol Rijeka mellett vagyunk, 30 kilométerrel még előtte. De egy rohadt nagy hegyről jöttünk lefelé, úgyhogy visszafelé elég durva lesz majd menni. Minden esetre örülünk. Ennyi, dobjál ezt már, hogy mindenki vágja, hogy hol jön, gondolod. Mesélj az éjszakánkra. Ja. Ott kezdtük. És az egész, az összes blogjegyzést én fogom csinálni? Mondjál te is valamit. De akkor vegy itt engem. Add ide. Halljó mindenki. A tegnap esténket röviden tömörre szeretném összefoglalni. Megjöttünk. És azt a helyet ott. Mutasd meg a kamerának. Azt a zöld világítótornyszerű valamit. Szúrtuk ki, hogy az alatt akarunk éjszakázni. Úgyhogy szépen össze is pakoltuk az utcainkat, és nekiálltunk aludni, ami úgy jól is indult, mert először még leülőben van a levegő, de még akkor úgy jó meleg. Aztán hajnali 11-kor érkeztünk meg, és akkor. 11 óra. Kussoljál már! Hajnali 3 magasságában beparkolt mellénk egy partihajó. Ezzel fölébreszte minket. Jó volt. De akkor jöttünk rá, hogy igazából nem ébresztett fel minket. Egy-két éjszaka nem hallottam, mert arra hideg van. Úgyhogy ezen fel bőszülve, buzdulva nekiláttunk a városnak, és találtunk egy ATM-et, ami így be van sülyeztve az épületbe. Tehát, hogy így kártya lehúz, ajtó kinyílik, emberek bemennek, ajtó becsukodik, emberek benne alszanak a dolog. Csak nincsen kártya. És mindez kártya nélkül, igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon fajn hely. De aztán úgy döntöttünk, hogy végül hát, ha ennél is találunk jobbat, úgyhogy tovább mentünk sok felé, végül visszatértünk és ott pihentünk ki a nap fáradalmait. Ezt követően, ahogy felkelt a nap, kijöttünk ide a partra, mert így most már jó meleg van. 30 fokig fel fog menni ma a hőmérséklet. Toljuk a pogit. Van vízünk, amit még attól a pártól kaptunk tegnap este, aki elhozott minket ideig. Úgyhogy so far so good. Meg kell dízelni végül. Úgyhogy looking forward to future. Oszd meg a hallgatóságunkra a tervet is. Na, szóval az van a másik tervünk, azt, hogy kitaláltuk, hogy az ott egy sziget. Mármint nem biztos, de lehet. Még sziget is lehet, mert vízben van. Hát vízben van, de lehet, hogy onnan benyúlik valahogy. Hát nem számít. A lényeg az, hogy ott van, és minket az érdekel. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy beúszunk. De aztán lehetséges, hogy nehéz lenne mind a két hátizsákkal a hátunkon beúszni. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy ott van egy ilyen nagy zöld lila izé. És azt majd mi jól elkötjük az éleple alatt. Jó, berakjuk a csomagjainkat, és akkor majd jól elmegyünk a szigetre, és akkor majd annyira rohadt nehéz lesz nekünk visszajönni onnan. Ennyi. Pesti fele gyerekek meghódítják a horvát tengerpartot. Nagyon hardcore vagyok. Mit csinál? Beúztam a magyám szárát. Nagyon érzed ezt a víz dolgot, jaj! Nem mondom a frankót, igazából most nem engem tesz a kamera, hanem a mögöttem lévő csajokat. Igazából senki nem tudja, de szerintem ők tudják, mert az is annyira hülyén forgatja azt a kamerát, hogy eléggé látszik. De egyébként jó, nem? Alright, so here we are in this lovely city. Ja, magyarul. És... Érted, magyarul. Nagyon lovely. Magyarul, érted. Vannak hidak, meg vizek, meg még több hidak. Autók, fák. Hegyek. Vizek és hidak. És papucsba nyomjuk. És menjünk szerzünk most. Go! És most itt vagyunk. Még mindig Trzcnicában. Próbálunk eljutni, ne? Szép az ég. Most már nem megyek, mert én beszélek. Szóval próbálunk eljutni. Na, szóval próbálunk eljutni innen, mert nem akarunk itt lenni.
mennénk Zágrába, majd Rijekába, mert onnan lehet Rijekába könnyebb Zágrába menni. Ez ilyen Keszthely sztályos volt. Hát igen, elég Keszthely sztályos. A lényeg az, hogy runkáljunk, szevasztok. És? Na hát az előző este igazából eljutottunk a benzinkúthoz, ahol végigkérdeztünk mindenkit. Hát 11 óra magasságáig, de senki nem ment Zágrába, illetve volt kettő autó, akik arra mentünk. Az egyik egy hófehér, fényezett Mercsó, aki miután meghallott, hogy mi is arra akarunk menni, azt mondja, ja, ő inkább holnap megy oda. Szóval volt egy másik, aki pedig egy autónyi munkás ember, akik már jól érezték magukat. De ők is csak azt mondták, hogy holnap mennek, érdekes módon. Mindenesetre 11 után a benzinkútnak a dolgozói elhajtottak onnan minket, azt mondták, hogy ne itt töltsük az éjszakát, úgyhogy közeli buszmegállót találtunk, ahol egy kiadósat aludtunk, nagyon-nagyon jó volt, nem fújt be a szél. Aztán reggel felkeltünk, és megpróbáltunk újra ugyanazon a benzinkútnál autókat szerezni, és hát elég gyorsan, mint olyan fél óra alatt sikerült is. Egy idősebb pár elhozott minket 2 kilométerre, és rámutattak az útra, hogy ez megy tovább, ami becsatlakozik majd az autópályába Zágráb felé. Úgyhogy most ezen vagyunk. Ami változás még van, az, hogy már csak az a vízünk van, amit adtak a srácok, akik hoztak ide, és az étel elfogyott. És mostantól előttünk a gyalogút, és egy ilyen 2 liter víz. Amit meg hozzá kell tenni, hogy ott egy híd. Eddig a hídig gyalog voltunk. Mi? A hídot vettem föl. Hogy ezt a hídot már kinéztük a Tricicából, ahonnan, vagy mi a Rákból, ahonnan először jöttünk. Na most miért engem veszel? Szóval már régen kinéztük azt a hídot, hogy azt király lenne elérni, mert át akartunk még menni a szigetre, és akkor terveztük, hogy ússzuk, vagy elérjük a hídot. Na csáó mindenki! Az a dolgok állása, hogy mikor utoljára jelentkeztünk, nagyjából 15 perccel ezelőtt, akkor fönt kóbászoltunk a hegyekben, és nem volt piánk és kajánk, és aztán bejöttük egy kis városba, ahol éppen takarították a kocsit, és úgy voltunk vele, hogy ha arra van bizony, hogy a kocsit takarítsák, akkor mi is bepróbálkozunk náluk, és kaptunk kenyeret is, meg kaptunk vizet is, úgyhogy God is good, and he provides for us. És aztán, ahogy érünk kifelé a városból, éppen azt taglaljuk, hogy micsoda joy és happiness az Úr kegyében lenni, amikor rájöttünk, hogy is történnek a dolgok, és megpillantottuk ezt a táblát. Vége a krízisnek! Kamerázzál, nem fényképezzé. Ja. Akkor mondd el, hogy jutottunk fel ide. Gyalog. Na meséld el, Mátyás, hogy mi az a terüli asztalki, amit letenyi. Hát, mikor beszéltünk utoljára? Fönn a hegyekben voltunk, valahogy arra voltunk. Igen. Harap egy út a kenyeréből, jó. Anyád, baszakod a fény miatt. Mondj egy közben. Nem a meleg csávó volt? Mond. A meleg csávó még nem volt. A meleg csávó nem volt. Szóval az volt. Nem, közben lopkodja a klubjukat. Fönt a hegyen, ugye elhatároztuk, hogy még megcsináljuk rendesen, hogy a autópálya, mi az bevezető szakasz, vagy nem tudom, indulási pont, ahol kell a fizetni érte, odáig elgyalogunk rendesen föl a hegyre, mert hogy ott van a legnagyobb esélyünk, hogy Zágrábba találunk egy helyet,
és hát erre kaptunk is ilyen visszajelzést, hogy, hogy ott nekünk el van készítve. Úgyhogy elmentünk oda. De nem, hogy meleg lesz. Elég túlva lesz. És csak lekamerázunk. És hát el is volt készítve nekünk egy autó, egy Zágrában élő, Budapestre minden hétvégén felutazó meleg srác volt, akivel beszéltünk. Igen, elég necces volt, amikor az anyósülésre beült Lackó. Hát, mindegy. Magyarok? Hát, ezt ismerem, volt ott egy pasim. Jaj. Úgyhogy, hát ővel elmentünk egészen Zágrábig, és nagyon érdekes volt, hogy, hogy nyitott volt minden dologra, amiről beszéltünk neki. És elvitt teljesen Zágrába. Addig, ott, hát ilyen kör alakú az autópálya, igazából megkerüli a várost, és addig a... hogy hívják ezt? Hát addig a pontig, ahol már minden egyes kocsi Magyarország felé tart. Úgyhogy ott kirakott minket, ez történt olyan délután 5 körül. És aztán hát megpróbáltunk stoppolni, igazából azt a, ezt a határát körül, hogy milyen átkelőnek a vezetője rögtön lespannolt velünk, és megmondta, hogy hol szabad és hol nem. Úgyhogy hát akkor ott stoppoltunk, ahol szabadott. Aztán megkínált vízzel, meg stb. Szóval itt tök rendes volt, és eléggé elkeseredetten, ilyen este 9 körül vett fel minket több imaharc után egy srác, aki elvitt minket a magyar határig. Ja, és meg is etetett, kaptunk tőle egy-egy szendút, úgyhogy nagyon komoly volt. Aztán a határon kirakott, és akkor ott megpróbáltunk, mert ugye 2 részre van osztva a határ, az egyiken mennek a kamionok, a másikon pedig a személyautók, és a kamionos résznél rakott le, hogy hát ott találunk valami arcot, aki elvisz. De hát teljesen kihalt volt a terep, úgyhogy gondoltuk, akkor elmenjünk a személyautós részhez, de hát a horvát határőrök németül ránk kortiváltak, hogy mit keresünk mi. Aztán miután leellenőrizték az útlevelünket, rájöttek, hogy mi igazából magyarok vagyunk, akik csak beszeretnénk jutni az országunkba. Úgyhogy hát beengedtek szerencsére, átmentünk a hídon, és akkor ott már érdekes módon is sokkal kedvesebb fogadtatás volt, érdeklődtek az útunkról, és hogy hogy jutottunk el meg vissza. Hát ja, azóta... Utána begyalogoltunk a városba, de utána vissza találtunk egy, hát egy ilyen üres placot, ilyen rét vagy, vagy szántó, nem tudom minek nevezem, és akkor ott ledőltünk így a csillagok alatt, az, az úgy feelinges volt, minden esetre Lackó nem sokat aludt. Hideg volt az. Hideg volt, na. Aztán pedig, hát reggel fölébredtünk, majd én fölébredtem, és akkor elindultunk vissza az M7-es felé, ott, ahol van a körforgalom. Megpróbáltunk, hogy ott, aki az M7-es felé megy, az biztos ott lassít, meg stb., de hát igazából nem ment senki arra. Úgyhogy akkor visszajöttünk. Itt megpróbáltunk egy benzinkutat, Nagy Kanizsa felé bekéretűztük mindenkihez, de senki nem megy a felé. Úgyhogy erre végső elkeseredésünkben elhatároztunk, hogy eldolulunk a következő benzinkútig, de hát nem túl sok energiánk maradt, úgyhogy megkérdeztük közelbe lévő éttermet, ahol most is vagyunk, hogy nem lenne egy tál maradék, és hát azért nem kell megmutatnom, hogy meg fogadtatásban részesültük. Úgyhogy eddig ez történt, várjuk a következő fejleményeket. Ó, oh yeah. Kondor Mátyás letenye. Kívül a bablarosan. Ez nem az a köröge. Az a helyzet, nem tudom, hogy látjátok-e. Most egy furgonnak a hátuljában vagyunk. Úgy jutottunk el idáig, hogy a Kajáldából ugye elgyalogoltunk az Acsip útig.
elvittek nagy Kanizsára, letettek egy benzinkútba, ahol megkérdeztünk kettő embert, és a második ember elhozott Balaton Zamárdék.